Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. Ebben a videóban egy olyan kazánnal ismerkedünk meg, ami egyébként a Big German-re hallgat, mint név, de a klónja az nem ezt kapta, hanem a Big Tank, ami egy ekkora dobozban érkezik hozzánk. Rengeteg kiegészítővel, amiket majd mindjárt megnézzünk a videóban. Előjáróban annyit, hogy ezt a terméket is a GearBest-ről tudjátok megrendelni. Természetesen Kínából, természetesen ingyenes házhoz szállítással, tehát free ship van rá. Ez a klón egyébként a Hotcig klón manufaktúra terméke. Na de nézzük meg közelről, és aztán megállapítjuk, hogy jó-e vagy sem, kell-e nekünk ez vagy sem, go! Itt van tehát előttünk a Big Tank, amit a doboz elmondása és leírása infója szerint a Hotcig klónoz. Nézzük, hogy mi van benne. Találhatunk benne egy nem kicsi készüléket. Találunk benne pluszban, hogyha olyan kedvünk van, akkor egy plexipalástal használhatjuk. Bár itt az ógyűrűje kicsit olyan, mintha tehénen a gatya lenne. Találhatunk egy szerszámkészletet, erre később kitérek, és a gyári drip tipjét, ami nem túl széles furattal rendelkezik, egy dupla ógyűrűs csatlakozója van, szabvány 5-10 csatlakozó, és ez kapcsolódik magához a készülékhez. Nézzük akkor meg közelebbről. Ennyi lenne, és itt már látszik is, hogy hát ez bizony egy kicsit lötyög, pedig ez még teljesen száraz, hogyha erre kondenz vagy likvid kerül, akkor ez úgy jön ki, hogy szinte semmi ellenállást nem mutat. Egyébként, hogy a készülék méreteit szemléltessem, mindjárt mellé is teszek egy másik kazánt. Itt van mellette a GT2, gyönyörűen látszik, hogy még drip nélkül is nagyobb, mint a GT2 drippel, és súlyra is érezhető a különbség. Ez a Big Tank, ez 141 gram, tehát már modokkal összehasonlítható a súlya, és annyit kell még róla tudni, ugye, hogy szabvány 5-10 csatlakozóval rendelkezik, és 22 mm itt az átmérője, természetesen nem itt fönt, mert az jóval szélesebb. Hatalmas levegő lyukai vannak, mindjárt meg is nézhetjük itt. 4 darab levegőjük, amit tetszés szerint állíthatunk, és itt láthatjuk rajta a Big Tank logóját, illetve egy sorszámot, és a drip csatlakozót. És annyit érdemes még róla tudni, ugye, hogy ez attól függetlenül, hogy ilyen nagy és fém, és attól félhetünk, hogy aki esetleg nem annyira jártas a tankkazánok használatában, és mondjuk szárazra szívja, az félne attól, hogy ezzel a palástal használja, de nem kell ettől tartani, hiszen itt fent 120 fokonként, ahogy láthatjátok, kis betekintő ablakok vannak kialakítva plexiből, illetve tehát ezáltal, hogyha a kazánt megdöntjük, akkor láthatjuk, hogy mennyi likvid van éppen adott pillanatban a tankunkban. De szedjük szét, és akkor nézzük meg, hogy
hogy milyen belülről ez a készülék. Tehát akkor itt van, az 5-10-től megszabadítottam. Itt van az, amiről beszéltem, tökéletesen átlátszik, olyan, mintha nem is lenne mögötte semmi, a másik oldalról látjuk, hogy 3 darab csavar fogja oda ezt a kis plexi lemezt. Nagyon jó használható egyébként. A következő elem maga a tankpalást. Azért ennek is van súlya külön. A menetek megmunkálásával semmi probléma nincsen, semmit fönt, semmit lent. Szépen kialakították. És akkor itt jön a konkrétan a kazán belseje, egészen úgy néz ki mondjuk a lé adagolás szempontjából, mint mondjuk egy itaka rendszerű kazán. A dripnek a csatlakozóját tekerve tudjuk itt a léadagolást állítani, és már látjuk is, hogy micsoda hatalmas léadagoló furatokkal rendelkezik. Ha ezt letekerjük, akkor látjuk meg magát a kazánteret. Erről egy kicsit később. Most nézzük meg az alját. Ugye ez úgy néz ki, minthogyha itt egy kollektor lenne, és így is van. Ha a 5-10 középérintkező csavarját eltávolítjuk, akkor ott láthatjuk egyébként, hogy van egy pici ógyűrű, ami a szigetelésben segít, és akkor tudjuk letekerni magát a kollektor tartályt. Itt tud az esetleg megfojt kazánunkból a leves összegyűlni, és nem megfojni. Ha megnézzük az ellenoldalt belülről, akkor itt láthatjuk a középérintkezőt, amibe ugye az előző csavar beletekeredik, és ott 2 darab luk, amiből az egyik világos, a másik sötét, azt majd meg ókumuláljuk, hogy miért, illetve itt van még rajta ez a levegőállító gyűrű, 4 darab furattal, és itt van az ellenpárja is, szintén 4 darab furattal, szépen mindegyiknél le van törve az éle, tehát nem sorjás, nem fogja ledarálni egyik elem a másikat, és rengeteg ógyűrű, azért, hogy ne csúszkáljon, ne mozduljon el. Ez így egyben, ahogy van, ez maga a bázisa a játékosnak, és ahhoz, hogy megértsük ezt az elemet, hogy mi, hogy néz ki, és miért van ennyi furat benne, segítségül hívom most azt a kis készletet, amit mindenki csak félre szokott dobni. Nézzük meg, hogy mi van benne. Ez a csavarhúzó, mindenki ismeri, az egyik fele lapos, a másik fele csillagcsavarhúzó. Ezt túl sok szót nem érdemel. Következő, az egy pici imbuszkulcs. Az a vatta, amit sosem tudok kitalálni, hogy miért raknak bele a kínaiak, mert nekem nincsen gusztusom ahhoz, hogy ezeket a vattákat, amit valaki kézzel pödörget, azt belerakjam a kazánba. Rengeteg ógyűrű. Itt jegyzem meg, by the way, hogy pont az a méret hiányzik ebből az ógyűrű szetből, amivel nekem problémám adódott. Méghozzá lent az 5-10 csatlakozónak az ógyűrű készlete, amit az előbb mutattam a kollektornál. Ez.
Tök jó lenne, hogyha ebből lenne még egy, vagy esetleg egy picit vastagabb, mert itt azért itt néha folyt a kazán, illetve szivárgott. Na de hogy mi van még benne? 2 darab gyári tekerés, kerítésdrótból. Többit már csak így tudom mutatni a tenyeremben. Nagyon apró pici csavarok, illetve hernyócsavarok. Ezek a csavarok, ha megnézzük, ez már csak óvatosan rakom félre, mert nagyon pici és nagyon apró. Ide és ide használhatjuk ezeket a csavarokat, pótcsavarokat, illetve ugye, ha megnézzük, akkor ezek a csavarok itt ugye, itt nincs benne, de ezek a bekötési lábaknak, itt középen a levegő áramlás biztosítja a készülék, és ezért láttunk itt csak egyet, mert hogy a másik zárva van. És akkor itt jön el az értelme ennek az imbusz kulcskészletnek, mert éppen kedvünk szerint, ahogy gondoljuk, ezeket ki tudjuk egyszerűen tekerni, és 5 másodperc alatt átalakítottuk úgy, hogy 2 lyukon levegőzön, tehát duál tekeréssel tudjuk használni. Ha mégis single coil-lal akarjuk, akkor ezt szépen fogjuk, és persze nem a kamera alatt bénázva, szépen fogjuk, visszatekerjük, és újra csak ez az egy levegőlyukunk van, és csak itt fogja támadni ezt az egyetlen tekerésünket, a levegő. Ugyanez a helyzet a léellátással is. Jelen pillanatban csak ez, és ez a luk van nyitva, és annyira azért gondoltak a gyártók is, hogy olyan eset nem igazán fog előfordulni, hogy mind a 4-et elzárjuk, hiszen legalább egy tekerés kell a kazánunkba. Itt látszik is, hogy ezeknek a széle, picit megpróbálom közelebbről, ezeknek a széle nincs is lecsapva, és menet sincs bennük, tehát ez az oldal a fix. Ha másik oldalt is beszeretnénk üzemelni dual tekerésre, akkor ezekben a lukakban is találhatunk hernyócsavarokat, amit mindjárt meg is próbálok kiszedni. Ott van. Félre is teszem. És láthatjuk, hogy most már ebbe a luxiba is bele tudjuk ejteni a imbusz kulcsunkat. Én ki is szedem a másik 2-t, és duálban fogom beüzemelni. Meg is pattan, zsír. És most már akkor így minden luxink nyitva, tehát ezen a 4 vájaton, vagy 4 lukon fog jönni, innen keresztből a liquid. Tehát, hogyha megnézzük, ott. Itt megy a tankból a liquid, itt áramlik fölfele a kazántérbe, a levegő pedig itt. Itt áramlik be a kazántérbe. És van még itt egy érdekesség, ami nagyon jó pofa, ezek a koronabemarások miért is vannak itt, itt nyeri el az értelmét. Ez a pici rúd, ami szintén a kiegészítő részét képezi, és most meg is mérjük, hogy ennek milyen átmérői vannak. Ez a felső, ez 3 mm lesz, az alsó kisebbik pedig
2,5 mm. Véleményem szerint ez a 2,5 mm ez lötyög, mint tehénen a gatya. Ez a 3 egy picit nagyobb, ez pont jó lesz. És a korona bemarás, tadán! Megtekerjük a tekerésünket, ide rátesszük a tetejére, és tökéletesen pozícióban lesz a tekerésünk. Csak annyi lesz a dolgunk, hogy megfeszítjük a csavar feje alatt, és meghúzzuk a csavart, nem fog elmozdulni. Tehát ez az értelme ennek. Ez áll, mint... Nem mondom, hogy Katiban a gyerek, mert valaki megijedt ettől. Úgy áll, mint a parancsolat. Jó, akkor kezdjük el szerintem összeszerelni, és nézzük meg, hogy hogyan, miként kell beüzemelni. Először is itt van ez a levegőállító gyűrű, amit fölteszünk rá, majd jöhet a kollektortank, és ha ezzel meg vagyunk, akkor a középső érintkezőt egy picit vissza, mert az én kazánom az most így nem érne hozzá. 5-10 csatlakozóz kész, ezzel a részével meg vagyunk, és akkor most én segítségül hívok egy ilyen kis állványt, ami nem kell, azt félre rakom, ne zavarjon minket. Még a gyári tekerést is. Amit én használni fogok, az ezeket azért meglazítjuk. .032-es kantálhúzal lesz, és ebből fogok tekerni mondjuk legyen 8 menet. 'Úgy, ezt még majd el fogjuk igazgatni. Némi szenvedés árán, de sikerült bekötni. Így oxidálás előtt 73% az ellenállás, ezen még igazítanunk is kell egy picit. Na, kész a tekerésünk, egyszerre izzik. Itt az ideje, hogy bevattázzuk. Mivel ez nem két és feles, a szokásos két és feles magátmérő, ezért egy picivel több wattát szánok beletekerésenként. Nagyon jó. Levágjuk, és úgy vágjuk le, hogy a szélétől körülbelül
egy olyan 5-6 milliméterre. Legalábbis nekem ez jött be. És ezeket a kis pamacsokat még nem tesszük teljesen félre, szükségünk lesz még rá. Annyit csinálunk, hogy itt egy picit ezeket megborzolgatjuk. És most szépen egyenként belefűzzük. Ha ezzel megvagyunk, akkor még annyit tehetünk, hogy egy picit leigazgatjuk a léellátó lyukhoz, és ezt a részt, ami itt maradt, ezt a maradék kis vattadarabbal kitömjük, de abból is még levágok egy picit, mert nem kell az egész bele. Körülbelül egy ekkora darab bőven elég oda, vagy ha nem, mert még fér, még egy picit, de tényleg csak egy leheletnyi darabot. Ezáltal, hogy ennyire kitömjük a kazánunkat, azt érjük el, hogy nagyon direkt lesz a levegő áramlásunk. Nem lesz benne holt tér, ahol ott örvényleni fog fölöslegesen nekünk a levegőnk, illetve a pufferünk is méretes lesz, és nem tudjuk megfolyatni, mert a vattagát az itt is működni fog. Na, locsoljuk meg. Úgy, nézzük meg, hogy mi lett a végeredmény, oxidálás és vattázás és likviddel történő belocsolás után. Duál tekerés, ugye? 0,8 ohm. Ha ezzel megvagyunk, akkor már csak annyi a dolgunk, hogy szereljük össze. Előtte azért megnézem, hogy milyen gőze van. Mondjuk legyen 4 ohm. Vagy egy kicsit följebb. Ha ezzel kész vagyunk, én most a átlátszó palástal fogom összerakni, mert itt legalább lehet majd látni akkor a buborékok mozgását. Először jön a kazánpalást és a levegőcső így egyben, ahogy van. És tegyük meg azt, hogy feltöltés előtt minden esetben zárjuk ezt el. Így. Nem kell ráhúzni bolond módjára, csak zárva legyen. Jön a palást, itt figyelünk arra, hogy ne nyaljuk el a menetet, én mindig úgy csinálom, hogy hallottátok? Hátrafele, visszafele, mintha kifele tekerném, és mikor kattan egyet, akkor kezdem el, mert akkor ugrik a menetnél.
Oké, kész is vagyunk. Jöhet a töltés. Nem kell teljesen agyig tölteni, mert a fölösleget ki fogja akkor nekünk alul nyomni. Higgyétek el, így is pont elég belefér. És jön a lezáró elem. Szépen, lassan. Itt lehet is látni, hogy mennyi van még. És készen vagyunk. Még egy drip tip. És most jön az a manőver, hogy megfogjuk a palástot, és itt fönt a drip csatlakozójánál elkezdjük szépen kifelé tekerni a menetet. Én az elején kezdtem el azzal játszani, hogy most, mint az Itakánál, hogy csak félig, meg csak negyedik, már el is indul a bubi. Meddig nyissa ki az ember, aztán rájöttem körülbelül fél óra után, hogy teljesen fölösleges ezzel szórakozni. Ezt kopra ki kell nyitni. Miután ezt teljesen kinyitottuk, láthatjuk, hogy ott vannak szépen a bubik. A légellátásért felelős furatokon gyönyörűen átlátunk, és megnézzük, hogy a levegőlyukak nyitva vannak-e, de nehéz kamera alatt, úgy, és akkor ehhez a 0,8 ohmhoz én most legyen 4,14 ohm. A betyár mindenségét nagyon fincsi íze van ebben is a málnának. Ennyi lett volna a beüzemelése. Most nézzétek el nekem, hogy nem fogom kiönteni belőle a likvidet és összeépíteni ezzel a palástal, hiszen sajnos ez olyan rendszer, hogy ilyenkor teljesen ki kéne tekernünk, le kéne öntenünk, levenni a palástot, minden csupa likvid lenne, úgyhogy higgyétek el nekem, hogy azzal is jól mutat. Sajnos ez. És még nem is szívtam. Még egy sluk. Attól függetlenül. Én egy idő után azt vettem észre, hogy csak ezzel szívom így direktben, mert hogy ez a átmérő hajlamos volt arra is, hogy a kondenszt és a likvidet is felhúzza, és egy-egy csepp mindig megjelent itt a szélén. Ennyi lett volna közelről. Nézzük akkor meg, hogy milyen élesben, hogy muzsikál, és aztán kimondjuk a verdiktet. Na, készen is vagyunk, beüzemeltük. Ez a kazán most nekem fölkerül egy roppant kedves box modra, amit egyébként Blackie-től kaptam. Ez egy dupla aksis Raptor elektronikával ellátott boxmod, és egészen 3,88 ohmmal kergetem én ezt a gyönyörű famodot most meg, illetve a famoddal magát a kazánt. Az alsó levegő lyukak teljesen nyitva vannak, és adjunk az élvezetnek.
Ezzel betyár jó. Bleki, köszönöm szépen. Nagyon zsír a cucc. Rárakom én most egy varivattos készülékre, hogy az anyám borogasson, és 22 watttal kínálom meg. Van panasz a gőzére? Szívhatnám ezt napestig, szó szerint napestig, akkor sem lenne vele semmi problémám. Letekerjük, és kimondjuk a végső szót. Pozitívumok és negatívumok. Kezdem kívülről, és aztán az elmém segítségével a belsejét is elétek tárom. Negatívumok. Először is ez. A gyári dripje az lötyög, mint tehénen a gatya, kérem szépen. És attól függetlenül, hogy lötyög, ezt még meg is tudnám szokni, de a belső átmérője olyan, hogy elősegíti bizony, hogy a likvidet, illetve a kondenszt felhúzzuk a szánkba, és minden egyes luknál egy apró-apró csepp megjelenik a szélén, ami nem túl ízes. Egy idő után azt vettem észre, hogy drip nélkül szívom, csak ezzel az állító csavar segítségével, aztán fogtam egy megfelelő méretű Typhoon drippet, azt beleraktam, és lássatok csodát, azzal nem mozog. Szóval negatívum. Aztán negatívum, hogy amikor rátekerjük ezt mondjuk a készülékre, vagy letekerjük a készülékről, akkor ne legyünk trehányak, és ne itt a palástot fogjuk meg, és tekerjük le, mert előfordulhat bizony az, hogy a lenti kollektortank az szépen ott marad a modkészülékünkön, és a kollektortanktól felfele itt a levegőállító gyűrű pedig jön a kazánnal. Elvileg nagy baj nem lehet, de azért a kollektortank tud összeszedni annyi likvidet, hogy utána az nekünk problémás legyen, hogyha esetleg az ölünkben landol. A következő negatívum az pont ez a levegőállító gyűrű. Ez nem áll sehol, nem kattan sehol, van rajta 4 darab luksi, amit ha esetleg mondjuk letekertük és átrakjuk egy másik modra, és véletlen ennél fogva húzzuk meg, és egy picit elállítjuk, akkor mindjárt kíváncsi vagyok, hogy halljátok-e, csak 1 mm-rel került most arrébb, mindegyik luk nyitva van, csak egy félig mindegyik mégis egy picit el van zárva. Ez az a hang. Kinyitom teljesen, és megszűnt. Illetve az, hogy a hang az még egy dolog, de igencsak oda kell figyelni, és igencsak nézni kell, hogy na most mindegyik nyitva van-e, mindegyik jól van-e nyitva, könnyű elállítani azért ezeket, és egy picit tengely irányban is mozog. Ez a gyűrű, pedig hát az alsó kollektortank is meg van húzva. És úgy tudjuk leszedni például a kollektortankot, letekerni, megkezdeni, hogy ez a középső 5-10 csatlakozó csavar, ez kopra be van tekerve. Egyébként úgy néz ki belülről, hasonlít nagyon, közelében látszik is, mint a Kaifun 3.1-nek a kollektoros verziója. Na de! Elég volt ennyi a negatívumokból, jöjjön a pozitívum.
Az elején én úgy kezdtem el használni tudományosan, mint az Itakánál, meg egyéb GG kazánoknál, hogy na, majd ezzel a középső kazán palást borítás állítással, amit ugye itt fönt a dripnél tekerek és állítom, hogy mennyire nyissam ki, hogy ezzel kell játszanom. És aztán körülbelül 10 perc után rájöttem, hogy teljesen fölösleges, mert nem kell. Elzárom, ha töltöm, kopra kinyitom, ha használom. És tényleg ennyi. Tehát csalóka, hogy ekkora lukak vannak átmenőben rajta keresztbe, mert hogy fönt, ahogy a benti közeli videóban is láttátok, a légellátásért sokkal-sokkal kisebb átmérőjű furatok felelnek. Tehát ez, mondhatnám azt is, hogy szemfényvesztés vagy parasztvakítás, de nem kell attól megijedni, hogy ezek ekkora lukak, nem kell itt állítgatni, meg félig nyitni, meg félig zárni. Ha használjuk, kopra tekerjük ki, ha nem használjuk, mert feltöltjük, kopra zárjuk be. Másik pozitívum, ami használat közben fog előjönni, sokan félnek attól, hogy mondjuk a készlet másik darabját képező, illetve a készlet másik darabja, ugye ez a palást, és ha ezt tekerik föl, nem fogják látni, hogy mennyi likvidjük van. Az a jó hírem van nekik, hogy de, mert fent a felső elem, amin keresztül tölthetjük, hogyha letekerjük, a felső elem 120 fokonként be van marva, és belülről egy kis plexi ablak van oda csavarozva. Tehát, hogyha rajta van a fémpalást, és nem tudjuk, mennyi likvid van a tankunkban, akkor egyszerűen csak megdöntjük, és hogyha látjuk, hogy ott van a folyadék, akkor jó. Ha nem látjuk, akkor nem jó. És akkor töltünk. A másik pozitívum a roppantul egyszerű töltés. Tehát az, hogy én ezt elzárom, a drippet nagyon le se kéne venni, de letekerem a felső záróelemet, és már töltöm is, akár mondjuk egy ekkora flaskából szépen megfogom, és oldalt addig csorgatom, amíg nem szégyellem, illetve én a külső fekete ógyűrűig szoktam tölteni, hogy azért egy pici légrugó maradjon. Kérem szépen, ennyi volt a töltése. Visszanyitjuk, persze, hogyha nem nedves a kezünk, vagy nem likvides, akkor kézzel visszanyitjuk. Így, né? És kész is vagyunk, használhatjuk. Továbbá, mert a pozitív dolgoknak itt még nincs vége. Menjünk a kazántérbe bele. Ami nagyon tetszett, és azt mutattam is a közeliben, hogy végre egy olyan kazán, ahol el tudjuk dönteni, hogy hány lukon jöjjön a levegő, hány lukon jöjjön a likvid, és még játszani is tudunk vele. Én például először használtam egy levegőlyukkal, és ugye a gyári két likvid lyukkal nyitva. A másik kettőben pedig benne voltak a hernyócsavarok. Aztán fogtam azt a két hernyócsavart, ami a likvidet elzárja, és áttettem a tekerés melletti likvid ellátó csatornákba, azokat bezártam. A távolabbi lyukak lettek nyitva ezáltal, hosszabb lett a bajusz, ami lelógott a tekerésből, tehát egy picivel nagyobb lett a pufferem. Aztán játszottam úgy, hogy a tekerés fönt volt, és lefelé raktam be a masnit. Aztán játszottam úgy is, hogy a tekerésem nem fölfele nézett, hanem miután beállítottam, megfogtam és lefelé raktam be a tekerést, hogy minél közelebb legyen a levegőcsőhöz, ezáltal elérve azt, hogy nagyobb legyen a gőze.
És itt még nem volt vége a sornak. Utána jött természetesen az, hogy minden levegőnyílást megszabadítottam a hernyócsavartól, és minden léellátásban segítkező lyukat szintúgy, és úgy értem el ezt a gőzmennyiséget ezzel a konfiggal, és engedjétek meg, hogy most egy picit adózzak ismét a gőzölésnek, mert túl sokat beszéltem, túl kevés málna van a szervezetemben, és már mehet is. Fini. Na, a kazánteret letudtuk. Azt hiszem. Igen, még egy apró, és annál fontosabb dolog, hogy ami a készletben is megtalálható, ez az elsőre teljesen feleslegesnek tűnő pici rúd, rudacska, akármicsoda. És amit nem értettünk, ugye, a készülék belsejénél, hogy miért van az a két bemetszés a kazántér két-két oldalán, tehát miért van összesen négy bemetszésünk. Hát kérem szépen, amit mutattam, azért, mert ezzel rohadt egyszerűvé válik a beüzemelése. A két vájadba belehelyezem keresztbe a rudat, megfeszítem a csavar feje körül a ellenálláshúzat, és betekerem, és nem fog elmozdulni, és nem fog csálénálni. Rohadt jó ötlet, nekem nagyon tetszett. Ez a legnagyobb pozitívum szerintem ebben a kazánban. Rohadt ötletesen van megoldva, és tök egyszerű. Persze, hát kitalálta az eredetije egyébként. De ettől független nagyon jó ötlet. És a kazántér talán itt ki is van besézve. És még egy pozitívumot mondanék azoknak, akik ugye a nagy gőzök és az ízek szerelmesei, hogy szerintem egy hangya bokányival annál egy picit jobb az íze szerintem, mint a GT-nek. És most dőlnek a falak, meg a mennyezet reped, de tényleg sajnos vagy nem sajnos, én azt vettem észre, hogy mióta nálam van tesztre ez a kazán, nem vettem elő a GT-t, vagy a GT2-t, teljesen mindegy, és nem az űrmérete miatt. Az űrmérete a másik nagyon pozitív dolog számomra, mert simán belecsurgat az ember 8 milli levest, de legyen csak 7. A GT2-be belecsurgat 4,5-5 millit az ember. Nem tűnik soknak az a 2-3 milli különbség, de ha azt vesszük, hogy a GT 5 és a 3 az több, mint a fele, akkor azért sok. Sok. Baromi sok. Ezzel így duál tekeréssel és 0,66 ohmmal azt vettem észre, hogy egy nap mondjuk elindulok egy teli tankkal, még egyszer megtöltöm a tankot valamikor napközben, és egyszer még otthon. Ellenben a GT-vel, amit egy nap megtöltök mondjuk 4-5-ször. Tehát azért ez bőven, ha ezt single coil-ba tekeri meg valaki, akkor olyan, mint egy jó amerikai Hemi motor, ami, hogyha nincs terhelés, akkor 4 blokkot lekapcsol, és bocsánat, nem blokkot, hengert, és a 8 hengerből csak 4 megy, itt is ezt érjük el vele, kevesebb lesz a fogyasztásunk likvidből, és a gőz az nem lesz annyival kevesebb, mint mondjuk két tekeréssel. Annyit figyeltem még meg, hogy arra viszont nagyon jó, ha figyelünk, hogy tekerés közben mindenféleképpen legyen zárva a likvid csatorna, mert aztán azzal
borzasztó mértékben meg tudjuk indítani a likvid folyásunkat, hogyha elfelejtjük, de hát ebbe szerintem, akinek Kaifun 4-e van, legalább egyszer beleszaladt már, hogy elfelejtette elzárni. Ezzel is előfordult nálam egyszer, nem volt vészes. A kollektor egy az, hogy fölfogja, kettő, egy idő után az ember annyit szívja, hogy az a plusz likvid, ami esetleg befolyt oda, az el fog fogyni. Na, fiúk, lányok, ennyi volt a móka mára, zárul Miki mókatára. Hogyha az utolsó szó jogán még szólhatok, hiszen még forog a videó, akkor én azt mondom, hogy ez egy rohadt jó kazán, a klónja is. Természetesen, és most félreté vagy klón, vagy nem klón, eredeti vagy klón, minden kazán sokkal jobb, sokkal ízesebb, hogyha normálisan elpucolja az ember. Ezt a kazánt a legutolsó liquid tesztre elvittem, és megkóstolta Matyi is, és Boris is, és ment a köpködés, hogy hát ennek szarvas íze van, és valóban nem volt jó az íze, pedig higgyétek el, átmostam citromsavas forró vízben, átsikáltam, átultrahangoztam, mindent csináltam vele, és tegnap odaadtam Borisnak, mert összefutottunk, hogy kóstold meg még egyszer. És bizony megállapította ő is, hogy igen, milliószor jobb az íze, mint az első tank átcsorgatásánál. Normálisan át kell mosni a kazánt, akár vegyetek egy rossz fogkefét, most vettem az Osamba 89 forintért, és mosogatószer, picit a fogkefére, mindenhol átsikálni, alaposan vele, forró vízben, jól kiöblögetni, átmosni még egyszer tiszta vízben, ha már nem habzik, tökéletes, szárazra töröl, összeszerel, megtölt, egészen más íze lesz, és nem a mosogatószer miatt. Hát illetve amiatt, mert kipucoljuk, ugye ezeket mindenféle CNC meg Esztergő gépeken megmunkálják, és ott bizony kell a hűtőfolyadék. A hűtőfolyadék pedig olajos víz legtöbbször, tehát azt ki kell onnan pucolni, ne a tüdőnkbe jusson. Szóval baromi jó kazán. Nagyon megszerettem, és biztos, hogy másnak is bátran merem ajánlani, mert a mérete az jó, hogy így tűnik el a markomban, és mellé rakok egy drippert. Ez pont akkora egyébként így, nem. Így körülbelül idáig ér a Typhoon GT2 a hosszú dripperével, a long dripperrel. Szóval azért igen, ez egy férfias, tekintélyes méretű mod, de millió és egy dologgal kárpótol, az egyszerű beüzemeléssel, a karbantartással, a bekötés egyszerűségével, a likvid mennyiséggel, úgyhogy nagyon-nagyon szeretős tankkazán nálam. Én meg ugye a tankkazánok szerelmese vagyok, úgyhogy jó kis cucc. Vigyétek bátran, még egyszer, gearbest.com. Ez is azt hiszem, hogy pár dollárral le van akciózva, és az eredeti 130 euróhoz képest azért lényegesen olcsóbb, úgyhogy vegyétek, vigyétek. A drippet kicserélitek valami másra, és akkor nem fog lötyögni. Remélem, hogy tudtam ezzel a videóval segíteni nektek. Big Tankra fel! Sziasztok!